kérdésekkel készült erre az átadás ünnepségre. Nagyon könnyű helyzetben vagyok, én nem számítottam a jelölésre, se tekintettel arra, hogy különböző lobbycsoportok nem állnak mögöttem, a banki szféra nem áll mögöttem, mert nincs adósságom, társadalmi egyesületek nem állnak mögöttem, mert nem vagyok tag, egynek tagja vagyok, ez meg nem engem támogatott. Szóval ez egy kristály, tiszta, gyönyörű, szép, spontán helyzet, így szavaztak a szavazók, az nekem már duplán számít, szóval én már akkor olyan jóleső érzés volt a jelölés, mint hogyha akár meg is választottak volna. Én ezt az eredményt vártam, ezt szerettem volna, hogy lesz, ami lett a végeredmény, mert érzésem szerint egy nagy adósságot törlesztett most a Boratkadémia. Nem kifogásolom, hogy kiket választottak korábban, csak a sorrendiséggel volt baj, mert az Ottót már vagy 5 éve kellett volna, hogy megválasszák, hiszen a Dél-Balaton ér ezelőtt 5-15 évre visszamenőleg. Hát ő bizonyította be, hogy a Dél-Balaton nem a félédes pirosról szól csak, hanem hogy igen szép fehér borok vannak ott. Most egy kicsit ez kompenzálódott, hál' Istennek, ennek a variációnak, ennek az eredménynek örülök én legjobban, ennek így kellett lenni, ezt vártam, meg is értődtem volna, ha nem ez lesz a végeredménye a dolognak. Következő kérdésem az lenne, hogy a pincészet, vagy egy borász életében hogy ítéli meg, vagy hogy vélekedik arra, hogy mekkora marketing értéke lehet egy ilyen díjnak? Mindenképpen van most ki, hogy tud vele élni, nyilván az is bele számít, de ahogy tapasztalom, már a jelölésnek is van marketing értéke. Többen odafigyelnek olyanok, akik, mit tudom én, valamiért nem figyeltek oda, meg a nép azért olyan, mint a kisgyerek, hogy vezetni kell kézen fogva, szóval, és sokszor nem jó irányba vezetik, sőt mondhatom azt akár, hogy félre vezetik bizonyos orgánumok pénzért, de az ilyen a szakma jelölt, szóval ez azért autentikusabb vezetés, mint hogy valaki kitalál pénzért valamit és megjelenteti a saját újságjába. Szóval ezt én sokkal több érőnek tartom, ez sokkal szakmaibb vezetés, mert ezt azért széles kör szavazta meg, szóval ezt tartom az értékesebb vezetésnek, mert nyilván a népet vezetni kell. A egy része, hogy mondjam, van borászati kultúrája, ízlése mindenkinek van, ha sokat kóstol, előbb-utóbb jó ki is alakul, csak sokan nem kóstolnak, sokat nem veszik a fáradtságot, hanem a divat után mennek, vagy a sajtó után, és azért örülök az ilyennek, mert itt azért, hogy mondjam, itt azért ez már megméretett dolog, hogy nem egy ember találta ki, hanem elég széles kör, hogy annak az illetőnek elég jó borai vannak, szóval ez mindenképpen, ezt tartom a jobb variációnak, szóval az ilyennek a nyilvánosságra hozatalát, szóval a szakmaiságot ez erősíti, mert hát buta ember, aki azt hiszi, hogy most azért isszák csak a borát, mert hogy tudják róla, hogy milyen jó. Egy része tudja, hogy milyen jó, a 80%-omok hallja attól a 20-tól, aki ért hozzá. És itt ez azért egy kicsit jó irányba tereli a dolgot. A másik, hogy figyelem központjába kerül, nem csak az az 5 borász, hanem ilyenkor mindig az egész szakma, és az egy szakmának jó, hogyha a figyelem központjába kerül, de az országnak, a népnek is jó, hogy a borkultúra, ami a kultúra része, hogy a kultúra mindig emelkedik, és közelebb jutunk a jóhoz, a bor és az étel kapcsolat, bor és a művészet kapcsolat, mert ez egy szerves egység, a kultúra része, és ebbe is ilyenkor azért egy kis lépést teszünk mindig előre. Hogy látja, hogy az interneten való marketing, vagy az interneten való megjelenés, az mennyire segíti, vagy segítheti egy pincészeti borászatnak a munkáját?
mindenképpen segít. Én nem vagyok otthon internetben, de a gyerekeim igen, de ahogy látom, erősen segíti manapság, nagyon divatos. Lehet, hogy sok mindenben divatosabb is, mint kellene, de mindenképpen jó, mindenképpen kell. Sajnos, amit látok, hogy vannak bizonyos portálok, ahol ocsmánykodnak, szóval jobb nem fölkerülni rá, mert egyesek avval szórakoznak, hogyan lehet valakit lejáratni, szóval ez az internetnek hátránya, szóval ezt meg kell tanulni, kulturáltan használni, de mindenképpen ez egy jó tágul a világ, sok vélemény megjelenik, de itt azért ebben nagyon csinyán kellene az ilyen portálok szerkesztőinek bánni vele, hogy legalább fűzzön, ha ocsmánság jelenik meg, legalább fűzzön mellé egy-két szakmai kommentárt, hogy az most egy igen magán vélemény, de ennek meg ennek a komoly szakembernek nem ez a véleménye. Szóval ebben még van mit tanulunk, de mindenképpen hát ez a jövő egyik fő útja. Hol értékesítik a boraikat? Zömmel Magyarországon, és nem is erőlködöm, a nagyon nagy cégeknek a legfontosabb az export, de Szlovákiába, Csehországba, Lengyelországba, van most Lengyelországban egy egészen jó partnerom, de hát szállítottam, mit tudom én, Svájcba, Németországba, ide-oda, de hát a zöme természetesen Magyarországon, és elég jó arányba, vinotékákba és a gasztróba, az éttermi hálózatba, de vannak, hogy mondjam, áruházláncokba is, általában nem ugyanazt a bort itt is, ott is. Szóval megvannak bizonyos borok, ami éttermi hálózatba megy, és megvannak borok, ami az áruházlánci hálózatba megy. Hát a Budapest Bortársaság a fő kereskedő, ők a forgalmam több mint 50%-át elviszik. Az idén, nem tudom, hogy jön ki a december, de közel leszünk a 300 palack per éves forgalomhoz, szóval nem kicsi a mennyiség, és hát a Budapest Bortársaságnak én a néhány legnagyobb beszállítója közé tartozom, még ez így a köztudatban nincs is benne. Sok esetben nem is bánom, hogy nincs benne, mert legalább kevesebb az embernek az irigye. Néha a sajtó lehozza egy kis pincészet, hát dolgozzon annyit egy kis pincébe, mint amennyit én. Köszönjük szépen!